Rákóczi Attila főigazgató és Gólya Pál elnök írta alá azt a megállapodást, mely a Békés megyei kormányhivatal és a Békés Csabai Civil Szervezetek Szövetsége közötti együttműködést emeli magasabb szintre. Utóbbi szervezetet 20 éve hozták létre, akkor 24-en vettek részt a közös munkában, ez a szám mostanra 98-ra emelkedett. Civil Szervezetek Szövetsége életében 2019-es év egy fontos mérföldkövet jelent. Gólya Pál elmondta, mindkét érintett fél sokat profitálhat ebből a megállapodásból. Mi örömmel veszük ezt a nyitást a hivataltól, és szívesen állunk rendelkezésre abban, hogy a kormányhivatal munkája jobb és eredményesebb legyen, és szolgálja a lakosság, a társadalom érdekeit, és hát szolgálja a civil szövetség érdekeit is, mert a jogszabályok, tájékoztatók megtartásával mi is előrébb tudunk haladni. Legyen hosszú távú és gyümölcsöző, szolgálja mindkét érintett szervezet érdekeit, mondta a megállapodásról Rákóczi Attila. A kormányhivatal főigazgatója emlékeztetett, jó pár hasonló megállapodást kötöttek már különböző társadalmi szervezetekkel. Tudnunk kell a folyamatokat, amik a megyében zajlanak, gazdasági, demográfiai, különböző fejlesztések kapcsán, hogy milyen irányba megyünk, milyen irányba haladunk, és ezek az együttműködési megállapodások teremtenek lehetőséget arra, hogy közös gondolkodással meg tudjuk határozni egymásnak azokat a feladatokat, amivel hatékonyabban fogjuk tudni ellátni a feladatokat. A Civil Szervezetek Szövetségével kötött együttműködési megállapodás ugyan egy megállapodásnak tűnik, de fontos az, hogy a szervezet ernyő tevékenysége révén a megyében működő legtöbb civil szervezettel most gyakorlatilag együttműködési megállapodást kötöttünk a Civil Szervezetek Szövetségén keresztül. Az eseményen elhangzott, ez a megállapodás a megyében tevékenykedő civil szervezetek működését is szolgálja, a kormányhivatalnak pedig már most is van közös projektje a civilekkel a foglalkoztatás területén.